Halló! Tengermély tiszteletem. Jó reggelt kívánok! Kép az nem lesz? Az a kérdés, hogy képet kaphatunk-e rólad, mert akkor annak lenne értelme, hiszen... Igen, hogyne. Kérem szépen, elméletileg itt vagyok. Gyakorlatilag is itt vagy, köszönöm szépen. A következő történt, és a beszélgetésünknek a létrejöttéről egy percben. Nagyon régről ismerjük egymást, sok mindent köszönhetek neked, én sose fogom elfelejteni, amikor az egyik legnagyobb botrányom kirobbanása idején úgy rohangáltam hozzád segítségért, mert megijedtem, hogy végül is mennyi mindenben tudtál segíteni, vagy nem tudtál segíteni. Meglepetésként is érhetett, hogy én azt feltételeztem rólad, hogy te majd segíteni fogsz nekem, ez ugye a Secret Man történet volt. Ha nem is jutottunk adott esetben messzire, hogyha én abban gyakorlatilag minden peremet elvesztettem, abban nem te voltál az oka, és azt, hogy én akkor hozzád fordultam, mert azt gondoltam, hogy te adott esetben tudsz nekem segíteni, azt akkor se fogom elfelejteni, hogyha netán rosszul választottam partner, mert elég lett volna bíznom a magam igazságérzetében, és ha magamra nézve terhelő adatokat mondtam, akkor nézzék el nekem a nézők és a hallgatók, mert... egyetlen dolgot teszek, ami nekem valószínűleg hol jól áll, hol rosszul, őszinte vagyok. És utána sokat beszélgettünk, sokat is találkoztunk. Király Júli rengeteget mesélt rólad. Talán folyamtársak voltatok annak idején a közgázon. Igen. És aztán nagyon hosszú idő után eljutottam oda veled kapcsolatban, elsősorban és kizárólag az iszom kapcsán, hogy egyre kevésbé értettelek, egyre kevésbé tudtam veled mit kezdeni, és gyakorlatilag, amikor Pál Évát nevezte meg az iszom köztársasági elnök jelöltnek, akkor bevallom őszintén, komolyan vehetetlen és nevetséges figurává változtál a szememben, és ezt rosszul éltem meg, mert nem tudtam vele mit kezdeni, és Horn Gáborral arról beszélgettem, hogy az ember megteheti-e azt, hogy ezt az ember kimondja, és egyszer csak törli a másikat, és hogy egy olyan beszélgetést kellene bonyolítani veled a tisztesség kedvéért, hogy úgy váljunk el egymástól, vagy ne váljunk el egymástól a beszélgetés függvényében, hogy végül is lehetőséget adok a másiknak arra, hogy meggyőzzön engem arról, amiről egyébként nehéz meggyőzni. Magyarul nem az iszomról van szó, nem arról, hogy te Volner Jánossal miért vitatkozol hetente többször a Hírtelevízióban, nem arról van szó, hogy te a Fidesz szekerét tolod-e vagy sem az iszommal, kizárólag arról, hogy hogy juthatott egy Szanyi Tibor oda, hogy Pál Évát javasolja köztársasági elnöknek, Pál Évát, aki egy ember, egy magyar állampolgár, úgy, mint te meg én, de akinek a köztársasági elnökké való jelölése nevetséges. Ennek a, és aztán ugye Székely Sándor, az iszom egyetlen országgyűlési képviselője írt is egy blogbejegyzést ezzel kapcsolatban, és akkor elhatároztam, hogy felhívlak, és létrejön ez a beszélgetés. Te ezt a bizonyos beszélgetést a Horn Gáborral hallottad? Igen. Mit éltél meg? Úgy gondoltam, hogy végtelenül igazságtalanok vagytok mind a ketten, de hát ez emberi tulajdonság, jogotok van hozzá. Mi volt benne igazságtalan? Hát például a mostani felvezetésed is egy halom igazságtalanságot tartalmaz. Tehát például ugye hetente többször vitatkozom Volner Jánossal. Azt mondtam, hogy hetente. De ez se igaz. De még egyszer mondom, tehát... azt mondom, hogy valójában csak Pál Éva lenne a beszélgetésünk témája. Oké. Okay, tehát azt mondtam, hogy ez mind-mind megalapozhatta volna, de nem ezek alapozták meg, hanem Pál Éva. Jó, csak ugye, ha Pál Évaról beszélgetünk, akkor
kezdjük azzal, hogy Pál Éva. Most ehhez képest tettél egy nagyon-nagyon hosszú felvezetést, amiben hogy az aztán, élet, hogy aztán egy dologra... meg annyi dolgát említetted. Jó, csak viszont ezt hadd ne hagyjam szó nélkül. Rendben van, természetesen. Tehát gyakorlatilag ez nem rajta múlik, hogy én Volner Jánosra vitatkozom. Szemben a sok mindenki más párttal. Én azon az állásponton voltam mindvégig, tehát a teljes politikai karrierem alatt, hogy ha engem bármilyen sajtóorgánum kér, interjúra, vitára, stb., az esetek 99%-ában én állok rendelkezésre. Na most az, hogy a Hír TV engem állandóan Volner Jánossal sorsol össze, ennek nyilván megvan az ő részükről a szerkesztési okuk. Az, hogy én havonta egyszer, vagy két havonta egyszer vitatkozzam Volner Jánossal, én nekem ez belefér, ő is egy országgyűlési képviselő, hadd ne mondjam tovább. Tehát gyakorlatilag ezt úgy beállítani, hogy én nekem ez a mániám, hogy hetente Volner Jánossal akarok vitatkozni, ez így nem igaz. Na, Pál Éva. Kérlek szépen, ugye vannak realitások. A realitás az, hogy a Fidesz kiírta a köztársasági elnök választást, annak dacára, hogy voltak olyan igények, hogy ez majd a választások, már az országgyűlési választások után legyen meg. Ennek ellenére menetrendszerűen kiírták ezt a választást. Van kétharmadik a parlamentben, és jelöltek valakit, 99,9%, hogy Novák Katalint meg fogják választani. A jelenlegi hatalmi erőviszonyok ezt prognosztizálják. Magyarul ezt ilyen előzetes késztényként vehetjük, hogy ő a Fidesznek a jelöltjét meg fogja szavazni a parlament, vagy országgyűlés, inkább azért ezt nem nevezném parlamentnek. Tehát itt a népnek ebben nem osztottak lapot, szeretném elmondani. A népnek itt semmi dolga nincs ezzel azon kívül, hogy örül vagy hüledezik, és hát az azért Novák Katalin jelölését sem fogadta egyöntetű hurrá, hanem hát eléggé szélsőséges nézeteket mondanak vele kapcsolatban. Elnézést, egy másodpercre, a 90 éve, az 1990-es éveket követően Magyarországon mikor osztottak e tekintetben utoljára lapot a népnek? Soha, de éppen ezért szerettem volna ezt kihangsúlyozni, hogy ez nem az a típusú választás, amiben azok az emberek, akik most véleményt nyilvánítanak, a puszta véleményükön túl bármilyen közjogi kapacitásuk lenne. Tehát ez speciál nem az, hogy én egy képviselőt megválasztok, vagy sem, itt tehetetlenül véleményeznek. Értem, de akkor tisztáztuk, hogy 1990 óta ez nem egy unikális jelenség. Nem, én csak azt mondom, hogy rögzítsük a tényeket. Tehát én ezzel indítottam, ugyanis nagyon sokan úgy érzik egyébként a Facebook tanúsága szerint, mintha ő neki ebben lenne valamiféle szavazási felelőssége, vagy lehetősége, vagy bármi. Nincs. Ezt 133 mameluk fogja eldönteni a Magyar Országgyűlésben, és nagy valószínűséggel ismerve az eddigi gyakorlatot, ez így is lesz. Tehát mondjuk így, hogy matematikailag biztos van valami 0, nem tudom hány százalékos valószínűsége annak, hogy bárki mást, akár Pál Évát is megválasztanák, de ez gyakorlatilag kizárható. Ebben a helyzetben mi azt mondtuk, hogy a mi jelölésünk az csak és kizárólag szimbolikus lehet. Most a szimbolika az az, amikor valóvá nem fog válni, de cserébe viszont próbálunk ezzel valamilyen üzenetet mondani, vagy adni, küldeni mindenki felé. Mi ez az üzenet? Ez most angolul fogom mondani, bár ezt speciál szerintem mindenki, vagy nagyon sokan értik meg. One of us, egy közülünk. Tehát a köztársasági elnök, annak miért kell az elitből jönnie, miért nem lehet egy valaki közülünk, akinek semmi más tulajdonságára nem számítunk, mint arra, hogy van egy végtelen bölcsessége, egy élettapasztalata, aki megélte azt a sorsot, amit egyébként a magyar emberek többsége megél, hogy volt és lent, fönt és lent, volt gyakorlatilag a hajléktalanság küszöbén, állt nemzetközi színpadok tetején, üvöltő tömegek előtt, már úgy értem, hogy tomboló rajongói előtt, tehát
valaki, aki tényleg megcibált, megsimogatott és megcibált az élet, 70 év környéke, ugye 35 év a köztársasági elnöknek a korhatára, a megválaszthatóság korhatára, ugye ez ilyen üzenet van ebben is, hogy hát legyen egy élettapasztalata, hát neki dupla annyi van. És mi azt gondoltuk, hogy az ő jelölését nyilván majd sokan fogják kritizálni, de hogyha X, most nem akarok százalékokat mondani, X számú ember azt mondja, hogy igen, tulajdonképpen játszunk el ezzel a gondolattal, miért kell a köztársaság elnökének, a nemzeti egység megtestesítőjének az elitet képviselni? Miért nem lehet egy közember? Mert Éva azért már évtizedek óta közember a múltja dacára. Ez volt az üzenet, nem több, nem kevesebb. Na most, hogyha ebből valaki elkezd ilyen fanyalgásba menni, hát szíve joga. Elnézést, csak ezt az üzenetet, ezt kifogalmazta meg? Mi? Oké. Mi? Az iszom. Oké. És ebben az iszomban, ez lehetséges, de amikor megjelenik Pál Éva, akkor ez az üzenet, ez nincs mindig mellékelve hozzá. Illetőleg az, hogy ti ezt az üzenetet kitaláltátok, és adott esetben Pál Éva alá, fölé, mellé beszerkeztitek, ez sajnos azon nem segít, hogy Pál Éva maga egy személyben ezt az elmúlt időben az én megítélésem szerint képviselni nem tudta. Ebben végtelen igazad van, ugyanakkor vegyük megint csak a realitásokat. Pál Éva egyébként minden tőle függő írott közleményében ezt bizony lefektette. Ez könnyen lehetséges, nekem nem áll módomban azt kontrollálni, hogy az írott ezt közleményeket kírja, és még egy, Szanyi. Az, igen, hogy egyébként én végignézve az ő közszerepléseit, mert természetesen nem tehettem azt meg, hogy ide leüljek, anélkül, hogy megnézem a Pirkadattól kezdve a Hír TV-n keresztül az ATV-ig az összes szereplését, gyakorlatilag ezek a szereplések mind cáfolták azt a szellemet, amit egyébként az írott közleményei biztosították, mert élőben soha nem tudta azt produkálni, mint amit egyébként a leírt szöveg sugározni vélt. Így van. Na most ennek azért lássuk be, az is az oka, hogy végtelenül kevés az a média felület, amihez tudott. Oké, de ami volt, az se ez bizonyította. Igen, de ez a média munkásokon is múlik, nevezetesen, hogy kígyott békával kérdeznek, és tulajdonképpen akkor mondok neked egy példát, jó, mert azért vannak jó példák, pont tegnap a Hit Rádióban volt vele egy közel 50 perces interjú, ott olyan gyönyörűen lejött ez az egész történet, több ezer ember látta, hallotta azóta, tehát azt nem azt mondom, hogy ez elsőre hopp így átmegy egy üzenet, ezt is tudom, hogy a médiában hetek, hónapok kellenek ahhoz, hogy átmenjen egy üzenet. Ehhez képest ő tegnap a Hit Rádióban egy végtelenül bőséggel ki tudta ezt az egyedül volt fejteni. A Hit Rádióban? Minimum, igen. És még tehát akkor nem volt kíséret? Csak a Nem. Még, hát nem, majd nézd meg, nagyon-nagyon szép interjú volt. Na de volt ennek egy része, ami egyébként téged is érint. Ő kifejezetten arról beszélt, hogy a korábban eléggé széles körben ismert pánikbetegsége hogyan és miképpen gyógyult meg. Tehát te tulajdonképpen a Hon Gáborral való beszélgetésedben egy ilyen pszichiátriai roncsként írtad le Pál Évát, ami végtelenül igazságtalan, mert évek óta nem az. Ő kigyógyult egy betegségéből. Bocsáss meg, százezreket érint ez a betegség Magyarországon, ez majdnem könnyen lecsek, és nem fogunk tudni a tegnapi beszélgetésről beszélgetni, mert hogy én azt nem láttam. Tehát, ahogy ezt korábban mondták, féktávolságon belül volt ez. Akkor nem a műsorra hivatkozom, akkor mondom neked, évekkel ezelőtt kigyógyult ebből a betegség, és ennek ellenére ezt nem követte le valahogyan a sajtó, de ez mindegy. De nem is nyilatkozott az ellenkezőjéről, tehát a sajtó azért az elmúlt időben több úgy évvel tűnt. Több évvel ezelőtti, és csak te hoztad fel a betegséget, a korábbi betegséget, így van. Hát mert hogy erről írtak a bulvár újságok. Igen, de akkor legalább hívnád föl, és kérdezd meg, hogy van. És akkor megmondja, hogy te képzeled, hogy évekkel ezelőtt kigyógyultam. És akkor utána lehet erről. Azért nem hívtam föl, mert fölhívhattam volna, mert olyan mértékben tűnt a te bábodnak, hogy egész egyszerűen csak és kizárólag a bábossal együtt lehetett volna meghívni, és azt nem akartam. Én hülyét egyedül belőle csinálhat. Türelem. Én hülyét két emberből csinálhatok egy ilyen beszélgetésben, most csak, hogy nyíltan beszéljek. Vagy belőled, vagy magamból. Azt nem engedhetem meg magamnak, hogy... Egyikből sem.
Nem, nem. Ha belőled nem sikerül, és ugyanakkor mégis avval a szándékkal ülök le veled, hogy bebizonyítsam, hogy felelőtlen voltál akkor, amikor egy pár évát rászabadítottál Magyarországra, akkor abban valaki veszít, és a vesztességemet én a saját magam hülyeségével azonosítom. Tehát, hogy hülyét csinálok magamból. Nem, nem, nem. Szerintem ezek túlzó kifejezések. Én azt gondolom, na először csak a tisztázatok, nekem Pál Éva jelölésében annyi szerepem volt, hogy örültem neki. Ez a pártelnökünk Huszti Andrea terjesztette elő az ISZAM elnökségének, és ott egyhangon elfogadtuk, főleg azon érvek alapján, amiket részben itt is festem, ő mondogatta, meg egyebek mentén is. Na már most, ezen túl, hogy örültem, kétségtelen tény, hogy meg annyi oknál fogva, bizony kettőnket együtt hívtak meg legalább kettő darab stúdióba, viszont Pál Éva eddigi 10 ezügyben való közszereplésében 8-ban egyedül volt, tehát ezt beállítani így, hogy Gárdedámmal közlekedik, ez így értemetlen. Most, hol jelent még meg egyedül, mert én nem találtam egy ilyet se. Hát például a kokáért a Pirkadatban is megjelent. Amit én láttam Pirkadatban, abban másodmagával volt. De akkor megint azt mondom, hogy azóta több helyen jelent meg, mint amit te láttál, és megerősítem, hogy ő konkrétan tegnap reggel a Pirkadatban egyedül volt, tegnap délután a Hit Rádióban egyedül volt, és meg annyi interjút egyedül adott, nem kellek én ehhez. Ha az újságíró vagy a sajtó kéri azt, hogy én is legyek ott, vagy én is nyilatkozzam az ügy kapcsán, nem fogok elzárkózni. De ez nem azt jelenti, hogy mi feltétlenül párban akarunk állni, és ő az én bábom. Nem. Huszti Andrea találta ki az ő, vagy az ő fejében pattant ki az ötlet. Én ennek örültem, és a mai napig is örömmel képviselem ezt a gondolatot. Itt a báb az nem feltétlen abból adódik, hogy ki találta ki, hanem abból is adódik, hogy azokban a beszélgetésekben, amelyeket én láttam, és sajnálom, hogy ezek közül nem volt olyan, ahol egyedül lett volna, nem egy olyan beszélgetés volt, ahol ő hozzákezdett egy válaszhoz, és olyan mérvű pontatlanságba futott bele, bár pontatlanságba nem szokta belefutni, olyan mértékben volt pontatlan, hogy gyakorlatilag, mint az iskolákban, te segítetted ki, ami kiderült, hogy olyan dolgokban... Ez egyetlen egyszer volt, a népszavazás szó nem jött rá, maradjuk annyiban, Megyesi Péternek az útelágazása volt gondja, léteznek ezek. Nem arról volt, hogy valamit nem tudott kiejteni, hanem hogy egészen egyszerűen másról beszélt, mint ami a népszavazás. Törvényjavaslatról beszélt. Így van, ez a két funkciója van a köztársasági elnöknek, amit egyébként az elődök nem gyakoroltak egyszer se. A köztársasági elnök bizony tehet javaslatot törvényekre, és írhat ki népszavazást. Ezek mind az állam. És nincs több jogköre? Dehogy nem. Csak ez az a két jogkör, amit az elődök soha nem használtak. És ő azt mondta, hogy ő erre is szeretne, vagy képzeletben, tehát hogyha ő lenne a köztársasági elnök, bizony szívesen tenne törvényjavaslatokat, és szívesen írna ki népszavazásokat, konkrétan az új alkotmányt jelölte meg, amit ő kiírna népszavazásra. Meg, hogy előtte tenne javaslatot egy új alkotmányra. Az nem azt jelenti egyébként, hogy amikor a köztársaság elnök, na, akkor mondok valamit, ma például Pál Éva javaslatot tett. Ez már múlt idő, ma reggel, ez, hogyha esetleg eljutott hozzátok, mert elméletileg el kellett, hogy jusson, kint van a sajtóban, egy meglehetősen átfogó javaslatot tett Pál Éva annak érdekében, ez egy határozati javaslat, tehát nem részletszabályokat kodifikált formában, de egy kodifikált formátumban jogászok segítségével megfogalmazott egy javaslatot, ami azt jelenti, hogy tegyünk rendet végre ebben az egész végrehajtó mafiában. És 4 pontban fejtettek, hogy szerinte mi az az irány, amivel ki lehet mozdítani ezt az egész ügyet. Tessék, tett javaslatot pedig még csak jelölt se. Nem tudok olyan, a tegnap volt a Hit Rádióban, ma reggel tett ilyen javaslatot, sajnos én kizárólag hozott anyagból dolgozom, és ezek a hozott anyagok, ezek ezt nem tartalmazzák. Én ma reggel műsort készítettem, tegnap pedig a Hit Rádióbeli szereplése nem jelent meg a sajtóban. János, úgyhogy... én meg csak tájékoztatást adok, semmit. Én ezt értem. Én ezt értem, ugyanakkor az, hogy most ezen végrehajtói mafiával kapcsolatban milyen 4 pontot fogalmazott meg, avval kapcsolatban én hogyan tudnék megbizonyosodni arról, hogy ezt ő nem egy papírról olvasta föl, mint hogy az eddigi közjogi megnyilvánulásaiban sehol nem lehetett tetten érni azt, amivel kapcsolatban egyébként te őt megnevezted, nevezetesen, hogy ő egy közülünk, egy
átlagpolgár jelent meg, valaki, aki ugyan valamikor a színpadon volt, de az élet másféleképpen rendelkezett, és az, hogy neki egyébként erről az országról vannak gondolatai, olyan érvényes gondolatai, amit mint köztársasági elnök egyébként úgy tudna megfogalmazni, hogy az a közjót szolgálja, azt én az elmúlt időben egyetlen média szereplése alatt sem éltem meg. Akkor, amikor a parlament vagy az opera előtt elmondta azt a 4 perces beszédét, azt, hogy súgógépről mondta el, az nem a saját szövege volt. Ez így van, viszont az közszereplőknél meglehetősen gyakori, hogy egy megírt szöveget mond el valaki, főképpen ilyen hivatalosnak tekintető bejelentkezések alkalmával, ez az egyik. A másik pedig szeretnék utalni arra, hogy itt van például ennek a liberális szélsőjobbos ellenzéki hatosfogatnak, vagy ellenzéki összefogásnak a miniszterelnök jelöltje. Hetek óta csak ismerkedünk vele. Miért akarod azt, vagy nem csak te, bárki, hogy egy 2 héttel ezelőtt bejelentett szeméről egyszer csak minden tudja mindenki úgy, hogy az én pártomnak azért töredék akkora sajtója van, mint mondjuk egy ellenzéki közös miniszterelnök jelöltnek. És október óta semmi más nincs, hónapok óta csak ismerkedünk Márki-Zay Péterrel. Nem szeretném a beszélgetést elterelni Pál Éváról. Sajnálom, csak hogy mondom, ő a tegnap hogy, és a mai megnyilván... Nem kell ennyire türelmetlennek lenni. Szépen lassan jön elő ez az egész történet. Március 15-én lesz azt hiszem a határnapja ennek a dolognak. Majdnem, hogy még van egy hónapunk, hogy Évát megismerje az, aki kíváncsi rá. Én értem, én azt tudom neked mondani, hogy nyilvánvalóan van olyan, amikor egy színész megbotlik a küszöbben, és úgy esik be a színpadra, de akkor a színész azt követően, hogy beesik a színpadra, a következő másodpercekben úgy viselkedik, hogy nem kinevetem őt, hanem magam is elszégyellem magam amiatt, hogy képes lettem volna elnevetni, mert olyan produkciót nyújt, olyan átéléssel alakít valamit, amiben nyilvánvalóan benne van az improvizációs készsége is, mert egyébként ő is tudja, hogy megbotlott, ami által elszégyellem magam, és elismerem őt. Pál Éva, akivel én az elmúlt napokban, hetekben viszonylag sokat foglalkoztam, ezt a teljesítményt nem nyújtotta. Ennek következtében nem tudom megelőlegezni neki azt a bizalmat, amit szeretnél. Meg tudom előlegezni neki azt a bizalmat, mint egy közembernek, egy hétköznapi embernek, de mint egy párt szimbolikus köztársaság elnök jelöltjének nem, különös tekintettel arra, hogy erről a szimbolikáról azokban a beszélgetésekben, amelyeket én láttam, és ahol őt láttam megnyilvánulni, soha a büdös életben nem esett szó. Ezt most mondtad először. Lehet, hogy ezt egyébként valahol elmondtad, de az itt lévő papírjaim, valamint az összes élményem, ami Pál Évához fűz, és ami egyik se konkrét, mert mármint egyik se személyes, mert nem találkoztam vele, hanem csak olvastam, néztem és hallgattam, abban erről a szimbolikáról soha nem esett szó. János, én örülök annak, hogy van ez a mai beszélgetés, mert látod, mennyi újdonsággal meg tudunk ismerkedni, és nem csak mi, hanem azok, akik ezt nem is ott hallgatják. De ennek már korábban, azt értsd meg... De miért? 2 hete jelölt Pál Éva. És erre mondtam azt, hogy millió más közszereplőnek az épüléséhez hetek, hónapok tartoznak, és még akkor is azt mondod, hogy hát, ahogy. És nem tudom, miért kell Pál Éváról, amikor azt mondtam, hogy egy közülünk, igen, a bakijaival is egy közülünk, mindannyian bakizunk. Miért kell tőle ilyen őrületes nagyot elvárni, mikor a szimbolikus üzenet az, hogy egy közülünk? Azért de egyébként, nagyon jól beszélsz, mert pontosan meg, azt, amit te mondasz, hogy egy közülünk, ezt te el tudod mondani, ő pedig számomra ezt egyetlen megnyilvánulásában sem képviselte. Megpróbált engem meggyőzni, mondott mondatokat. János, de azok miért vagy ilyen türelmetlen? Miért nem adsz neki 2-3 hetet? Minden más adtam köszönöm, neki, pontosan ennyi hónapok. Időt adtam. Pontosan ennyit adtam. Na, akkor tessék, akkor most mondom, az dolgokat most már tudod innentől kezdve. De most miért az a bajod, hogy eddig nem tudtad, örülj neki, hogy most tudod. Elnézést, 2 hétig járok egy étterembe, ott, amit kapok, az rossz. Most azt mondják, hogy most bele fog jönni a szakács, és higgyem el, nincs bizal. Azt értsd meg! A foci csapatoknál is pedig ez így van. Hát azt hittem, hogy elmész. Nem tűntem, mert csak bocsánat, csak az a helyzet, hogy kicsit náthás vagyok, és ezért félre álltam egy pillanatot, türelmet kérek. Igen, és állok rendelkezésedre, elnézést. Egy dologban meggyőztél, azt, hogy te nem akarsz rosszat. Tehát az az ötlet, hogy legyen valaki, aki képviseli azt a népet, akiről beszélsz, ez egy jó ötlet. A megvalósítás
szerintem nagyon rosszul sikerült, és én már nem tudok bizalmat szavazni ennek a megvalósításnak. Számomra... De nem is kell. Éppen ezt mondtam neked, János, hogy nem, nincs ebben neked szavazatod. Se neked, se másnak. Nincs között hozzá. Nem tudsz ebben szavazni. Véleményt tudsz alkotni, mint ahogy, hogyha most mit hirtelen elugrik a úgynevezett ellenzéki hatosfogat egy X névvel, abból sem lesz ugyanúgy. Jó, akkor, azt, jelnek, mint akkor még egy indokot lesz. Tudok neked felhozni. Nagyobb a tét annál most. Nem csak Novák Katalin, hanem az áprilisi választás kapcsán, semmint, hogy ezt a tétet Pál Évával próbálja az ember köszörülni. Nézd, János, mi egy pártot építünk, immár 2 éve, egy igazi baloldali pártot. Nem csak a köztársasági elnök jelöltünk, hanem az összes országgyűlési képviselő jelöltünk is one of us, egy közülünk, buszvezető, ács, kertész, tanár, orvos, ilyenek. Egy közülünk. Ez a mi baloldaliságnak az üzenete. Nem elit 27 kilométer hosszú önéletrajzzal és doktori pecsétekkel rendelkező embereket indítunk, hanem a képviselet logikáján indulunk, hogy az embereket, magyarul mi azok vagyunk, akiket képviselünk. És ez Pál Évának is az üzenete. Én értem, hogy ez az elmúlt 2 hétben nem jött le olyan eklatánsan, mint ahogy én ezt most megfogalmaztam, de ez a műsor, és remélhetőleg még több más műsor is ez hozzá fog járulni, valameddig el fogunk jutni ebben az építkezésben. Én ennyit akartam ebből. Addig fogtok eljutni a tévedés kockázatával, hogy az emberek meg fogják érteni a szimbolikát, de ha kést vásárolnak, nem ezt a kést fogják megvenni az üzletben. Nem tudom. János, azt kérdezem tőled, Tibor, rá. Hányszor mondtad el különböző nagy adókon, én csak legalább 3-szor hallottalak, Kossuth rádióban, klubrádióban, talán máshol, ne, tehát az összes forrásra nem emlékszem, amikor te elmondtad, hogy Székely Sándor egyébként aznap a parlamentben milyen tevékenységet fog folytatni annak érdekében, hogy Pál Éva jelölése mögött ne egyetlen országgyűlési képviselő legyen, és aztán szépen ezekből hát a mondatokból... Hát rossz hírem van. A klubrádióban és a 160, vagy a klubrádióban és a Kossuth rádióban ez ügyben egy hangot nem mondtam, ezekben a helyeken évek óta nem volt, vagy nem, hónapok óta nem voltam, maradjunk így, tehát sehol. Ellenben, igen, az például, hogyha megnézed az ATV-t, megnézed a Hír TV-t, itt 2 stúdióban voltam, és mindenütt elmondtam, hogy egy szavazatunk már van, ez Székely Sándor. Akkor lehetséges, hogy a forrásokra rosszul emlékeztem, de legalább 3-szor. Viszont cserében, nézd meg, nyugodtan ellenőrzheted, minden ilyen elmondtam, hogy Székely Sándor fog még gyűjteni magán kívül 30. Igen, de azt is elmondtad, hogy aznap fog tenni, és aztán, amikor legközelebb az ATV-be voltál, én fixen emlékszem, hogy... akkor lehet, hogy a Spirit volt, vagy a Kossuth, ezeket hallgatom reggel idefelé jövet, most a Sportrádióban is néha belehallgatok, de aztán azt követően, hogy te megemlítetted azt, hogy Székely Sándor aznap ezügyben mit fog tenni, soha vissza nem tértél rá, és gyakorlatilag mindig első napot említettél, mintha egy időhúrokba került volna Székely Sándor. Igen, azért első napot, mert akkor írt levelet. Amikor ezt bejelentettem, Székely Sándor aznap írt levelet az összes országgyűlési képviselőnek, fölkérve őket, hogy tűnődjenek el ezen a javaslaton. Én szeretném elmondani, hogy a jogszabályok értelmében a szavazásig, tehát azt hiszem, hogy most március 12-ére, vagy hogyan van kiírva, a szavazás előtti óráig nyugodtan lehet jelölést tenni. Tehát magyarul még egy bő hónap van arra, hogy bárki, egyébként még te is, hogyha fogsz egy országgyűlési képviselőt, és meggyőződ arról, hogy téged vagy bárki más jelöljön államfőnek, nyugodtan hozzá lehet állni, van még bőséggel idő, és egy hónapod áll rendelkezésre ahhoz, hogy a szükséges aláírásokat összeszed. Szeretném elmondani, Novák Katalinnak sincs még jelenleg egyetlen egy beadott aláírása sem. És mekkora reményt fűzd ahhoz, hogy a képviselők 5-e felzárkozzon Pál Éva mögé? Nézd, ez az, sok minden múlhatnak a dolgok. Egyrészt az, hogy a hatosfogatnak nincs jelöltje. Most itt össze-vissza ködöltek, meg hebegnek, habognak ebben a témakörben, hogy lesz, meg gondolkodunk rajta, meg talán, meg minden. Bocsáss meg, ez komolytalan. Ez meg szerintem komolytalan. Mi legalább előálltunk egy emberrel, egy közülünk, tetszik, nem tetszik, gondolkodjatok el rajta, azt mondjátok, hogy nem tetszik, akkor nem tetszik. Viszont az, hogy az ellenzék nem állít alternatívát,
szimbolikusan sem, mint ahogy egyébként Majtényi Lászlót annak idején ajánlották. Notabene Székely Sándor volt az, aki akkor a szolidaritás elnökeként, ő vette föl Majtényi Lászlót, ő volt az ötlet gazda, ha lehet ezt így mondani. Éppen ezért neki ez benne volt a vérében, hogy hű, kéne újra valakit jelölni. Na most, hogyha egyszer az ellenzéki hatos fogatnak nincsen, ez ügyben nem hogy jelöltje, mondása sincsen. Összesen annyit mondtak így defenzíve, hogy hát nem tetszik nekik az, hogy az országgyűlés választ, mert ők a közvetlen elnökválasztásnak a hívei. Hurrá! Ha nem tetszik a választási rendszer, akkor mi a fenének indulnak egyáltalán az országgyűlési választáson, mert az se tetszik nekik. Na most, szóval nem lehet így, hogy egyik választási rendszer se tetszik, de egyiken indulunk, másikon nem. Mi azt mondtuk, ellenzéki kötelezettség állítani alternatívát. Nekünk nincs más alternatívánk, figyelj ide, mi a Templomegere pártja vagyunk. Nekünk se pénzünk, se semmik nincs. Nincsenek milliárdos haverjaink, akik ilyen-olyan üzleti megfontolásból egy baloldali pártba, aki pont az ő megadóztatásukat tartja a napirenden, hogy ezeknek adna egy büdös vasat is. Nekünk nincs arra lehetőségünk, hogy kinevelgessünk ilyen-olyan-amolyan elitet, mi csak azt tudjuk mondani, azok vagyunk, akiket képviselünk, és azok leszünk, akiket képviselünk. Tehát gyakorlatilag ez egy baloldali párt. Most kezdesz te is ismerkedni a baloldal fogalmával, a baloldal habitusával. Liberális, jobbközép, neonáci, meg nem tudom milyen mozgalmakat neveztek ma, nem csak te, ti, az egész média baloldali ellenzéknek. Mi közük van a baloldalisághoz? Mi azt mondtuk, egy baloldali párt igenis a nép egyszerű leányát is képes megjelenteni pusztán azon az alapon köztársasági elnökjelöltnek, hogy bölcs, hogy már látott életet, itt is, ott is, amott is, mindenütt, főképpen még egyszer mondom, esélye nincsen annak, hogy a Fidesz megszavazna bárki más Novák Katalinon kívül. Tehát ez nem az az, egyébként, hogyha nem lenne, hogy több esélyünk lenne, akkor is pár évát jelöltük volna félretős nehesség, de ez egy baloldali ajánlat, ez egy baloldali megközelítés. Ezzel szemben a hatos fogad, meg ki fog találni megint valami Nobel-díjas jogászprofesszort, hogy az lesz jó köztársaság. Biztos jó lesz köztársaság. Jó, könnyen lehetséges, hogy egy Nobel-díjas jogászprofesszort fog kitalálni, én csak azt mondom, hogy én eddig akkor jártam jól, amikor az érzékeimre hagyatkoztam, és közben lehet, hogy dadogtam, de mégis megpróbáltam az érzékszerveimre hagyatkozni. Az az ötlet, hogy van a fasz, az egy nagyon jó ötlet. De a van of azt, azt meg is kell tudni jeleníteni. És ez a megjelenítés Pál Évával szerintem olyan mértékben sikerült esetlenül, amiben én zavarba jöttem Pál Évát látva, Pál Éva indulóját János, hallgatva. Szerinted. De még egyszer mondom, én az érzék... Nagyon jól fogadta. Nagyon jól fogadta. Kifogadta jól? A mi szavazásunk. Lehetséges, ma megpróbáltam néhány embert meghallgatni a tekintetben, még csak szondának se nevezném, csak alapvetően arra készítettem fel magam, hogy a veled való beszélgetésben oltári nagyot eshetek-e akkor, hogyha netán... Mert nem kérdezel takarítónót, nem kérdezel bányászt, nem kérdezel bolti eladót. Vicces, honnan tudod, hogy én kit kérdezem? Honnan tudjam, hogy aki betelefonál, az takarítónője vagy bányász? Nagyon ritkán szoktam megkérdezni, hogy mi a foglalkozása, csak akkor, hogyha felkelti az érdeklődésemet. Jó, én meg tudod nagyon jól, hogy a betelefonák döntő többsége az egy meglehetősen sajátos karakterjegyeket viselő sokaság, ami azt jelenti, hogy ilyen most idézőjelben mondom, buzgó mócsingok. Az, aki a mi szavazónk soha nem fog hozzád betelefonálni. Érted? Nem tudjuk, hogy az ISZOM-nak mennyi szavazója van, hiszen amikor legutóbb beszélgettünk, akkor te is elmondtad, hogy azok az utalások, amelyek vannak, azok viccek, e tekintetben a Gattyán párt és a Kutyapárt között ingáztok. Nem viccességben. Figyelj, így van, nem viccességben, szavazatot is tudok neked mondani. Egyetlen egy éles próbálkozásunk volt, ez a Szerencsés Időközi Választás 2,23%. Én ezt megbecsülöm. Megbecsülöm azt a sok száz embert, aki ránk szavazott. Tudta, hogy miért szavaz ránk. És meg fogom becsülni azt a több százezer embert, aki remélhetőleg ránk fog szavazni most április 4-én. Vagy 3-án, bocsánat. Tehát mi nem gondoljuk azt, hogy mi
forradalmat fogunk csinálni, és letöljük a Fideszt, ellenzéket, mindenkit, és ötharmados kormányt fogunk alakítani, de mi azt mondtuk, hogy szeretnénk az országgyűlésben végre a baloldalnak, az igazi baloldalnak, a jóléti szocializmus gondolatának egy frakciót. Ez 5%. Ezt szeretnénk, ez az építkezés, ez az a háznak az az alapja, amiben mi gondolkodunk. Nyilván 26-ban még többet szeretnénk, és a többi, és a többi, és a többi. Ez egy építkezés. Emlékeztetlek rá, hogy most az ellenzék legerősebb pártja, a DK, a mai napig is 5,36%-kal jutott be 2018-ban a parlamentbe. Hát ők is építkeznek 10 éve. Én ezt mind értem, ezek engem mind hidegen hajnak. Engem kizárólag az fogal... Igen, engem meg érdekel. De azt is meg, hogy én csak Pál Éváról akartam veled beszélgetni, arról, hogy Pál... De Pál Éva az ebből jön, ebből a gondolkodásból jön. Ez nem önmagában van Pál Éva. Pál Éva egy pártnak a tagja, egy pártnak az építőköve. És Pál Éva nem tud más lenni pontosan a saját belső vállalásai okán, mint ami ennek a pártnak a filozófiája. Ő ezt jeleníti meg. De beszéljünk akkor konkrétan Éváról. Úgy is jó, gyakorlatilag én eddig is azt hittem, hogy róla beszélünk, mert ő egy szellemiséget közvetít, de milyen akkor szellemiséget közvetít? Amit én most elmondtam neked. Azt te közvetíted, Tibor. Hogy kiket akarunk képviselni. Nem, azt te közvetíted, ő nem közvetít ebből semmit. Ezt nem ő mondja. A saját személyét mondja. Közvetíti. Jó, akkor még egyszer mondom neked, csak a tegnapi sajtó megjelenéseit, ha megnézed, vissza fogod vonni az összes eddigi mondatot. Nem tudom a tegnapit, mert hogy én ma beszélgetek veled, és tegnap, amikor beszéltünk, nem mondtad nekem azt, hogy ezt nézzem meg, és egyáltalán nem tudtam, hogy ez van. Mit mondok, én is este néztem meg, bocsánat. Én nem tudtam, hogy ez van. És egyébként egy ilyen beszélgetés, nem tudom, hogy mire lett volna képes, de most nem tudok hozzászólni ahhoz, amit nem láttam. Azt tudom mondani, amit előtte láttam. Mondom neked, hogy nem állja meg a helyét, az, hogy sehol, soha. Legfeljebb te nem láttad. Ez így stimmel. Értem, de ez itt most az a kérdés, hogy ez egy olyan dolog-e, ami az egész dolog megítélését befolyásolja? Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem igen. És tényleg én azt kérném tőled is, meg a liberális sajtó egészétől, hogy egy picivel több jó indulat. Mondok neked egy konkrét példát. Ha történet is, akkor most ne iszamozzunk, akkor Pál Évázzunk. Ha mondjuk Kovács Gergely fogalmaz meg valamilyen kritikát az ellenzékkel kapcsolatban, akkor hú, hát tényleg milyen okos, milyen aranyos, milyen édi-bédi, és a többi, és a többi, miközben konkrétan lehülyézi MCP-t. Ha ugyanezt tenné Pál Éva, akkor ő lenne a rohadt Fidesz. Nem tudom, hogy mit. Azt értsd meg, hogy nem tudom, mit tennék, ha egyszer nem tapasztaltam. Azt értsd meg, hogy Pál Éva eddigi összes megnyilvánulása, ami egyébként Magyarországot... Nem mondjad, hogy összes, csak az általad látott összesre hivatkozik. Teljesen igazad van, az általam látott összes, pontosabban az általam látott megnyilvánulásai mind hitelesek voltak a tekintetben, amit őt személyében érintették, és semmilyen vonatkozásban nem voltak hitelesek, ami egyébként egy közösséget érhetett volna. Ha tett volna bármilyen érvényes megjegyzést az országgal kapcsolatban, mint amilyet egyébként Kovács Gergely tett, akkor könnyen lehetséges, hogy azt megítéltem volna, azon megnyilvánulásokban azonban, amelyeket én láttam, kizárólag őt, mint magánember tudtam megítélni, miközben még azzal se voltam tisztában, hogy ő egy szimbolika, mert nem volt odaírva, hanem az volt odaírva, hogy Pál Éva az ISZOM köztársasági elnök jelöltje, és nem volt mellé rakva az, hogy szimbolika. Akkor tessék szíves lenni minden alkalommal elmondani azt, hogy szimbolika. Személy szerint, de ő mindig ezzel kezdte, hogy ez egy szimbolikus jelölés. János, én mindig nem, ezzel a mondattal figyelj, amit én láttam abban, ezt nem mondta. Tehát ha nem voltál a Kossuth Rádió... De amiket hivatkoztál, én tudom, mert például ott könyörgöm, voltam, hát lejátszott, amit... Ő ezzel indított, hogy szimbolikus jelölés. Ez volt az első, ez volt a nyitólapja. János, akkor ne a második percnél kapcsolódj be egy műsorban, hanem az elejétől nézd meg. Hát nem tudok neked... Figyelj, van egy ötletem. Menjél ki egyszer a mezőre, és mutatunk, vagy menjünk ki együtt. Mutatok neked egy icipici 3 centi zöld hajtást. És azt mondom neked, hogy figyelj, János, 2-3 hónap múlva ebből te konzerv csemege kukoricát fogsz látni. Miért akartok ti most egy csirát kész konzerv kukoricaként látni? 2 hete jelölt Pál Éva, könyörgöm. Mások itt heteken, éveken át építkeznek, és azokkal nektek semmi bajotok, hanem rárontotok arra a Pál Évára, aki 2 hete... És erre írt a Székely Sándor a blogjában, hogy ez maga a bántalmazás. Ez az üzletszerű bántalmazás. Hogy még meg se tudott mutatkozni igazából, 1-2 megjelenése lehetett, és ti már rögtön rárontotok, hogy nincs ti, nincs ti, én vagyok, nincs ti. Bocsánat, te.
Mert te is ezt tetted, na. Te is rárontottál, hogy ez így, úgy. Ebben az egész műsorban most az bizonygatott, hogy te ugyan nem láttál mindent, de amit láttál, abból neked nem jött le semmi. Én meg erre azt mondom, hogy nézd meg az összeset, a néző abba, nem csak ne harag, ugye, hallgat, azzal az elvárással lenni velem szemben, hogy én ismerkedjek meg Pál Éva összes közéleti szereplésével, nem. Amikor az ember egyébként valamilyen hát módon... Hát eddig körülbelül 10 volt ebben a minőségében. Szerintem egy műsor szerkesztőjétől ez nem egy olyan förtelmes nagy elvárás, hogy ismerkedjen meg legalább a témájának az előző napi szerepléseivel. Csak figyelj, de ha én bemegyek egy stúdióba, még 5 perc a stúdióra, és végigpásztázom a híranyagot, érted, azzal azokkal a keresőszavakkal, hogy érhet engem meglepetés, ami csak 10 perc ezelőtt történt. Teljesen igazad van, de én ma nyilvánvalóan ezt a hitrádiós dolgot meg fogom hallgatni, de... Nézni is, mert tüneményesen viselkedik. Elhiszem, de én azt tudom neked mondani, hogyha az ember 2 hét vagy 3 hét belejött, vagy én a Facebookját visszakövettem egészen 2020 nyarán. Tehát azt mondani, hogy én ezzel nem foglalkoztam, az enyhe barokkos túlzás. 2020-ig, ami több mint másfél év, abban semmi olyasmit nem találtam, amit egyébként egy interjú, amely tegnap készült vele, egyébként megbuktathatott volna. János, 2020-ban nem készült köztársasági elnök jelöltek, ez könyörgő, értsük meg. De megnyilatkozásai voltak? De őt is hidegzuhanyként érte ez a jelölés, az a felkérés. Miért érte őt hidegzuhanyként? Levegőt se kapott először, sokat gondolkodott, és azt mondta, hogy tulajdonképpen én magam is igyekeztem őt meggyőzni, és aztán azt mondta, hogy tulajdonképpen igen, érti, ez egy szimbolikus történet, ő ennek eleget akar tenni, és ő semmi más nem tud mondani, mint az, hogy ő nemzeti egységet akar látni két dologban, egy, a jólét, 2, ez a szétfeszítő gyűlöletbeszédnek a letörése. Ez az ő két, hogy mondjam, morális vállalása ebben az egész történetben. A jólét az a párthoz kötődik, az meg egy személyes vállalás, hogy ezt az egész gyűlöletbeszédet, bántalmazást, egyáltalán ezt az egész retorikát, ezt valahogyan levinni, kis nyugalmat adni a társadalomnak. Ezeket fogalmazta meg eddig, de hogy mondjam, még márciusig, még van egy hónap, még 2/3 idő hátra van addig, hogy ő egyáltalán a szavazás előttig be tudja mutatkozni. Hát adjuk meg neki ezt az időt, javaslom, hívd föl, hívd be a műsorodba, meg fogod látni, hogy tök más világot fogsz tapasztalni, mint 2020 óta neki a Facebookon. Őt egy csepeli önkormányzati aktivista volt, és most a pártunknak a csepeli országgyűlési képviselőjelöltje. Az ezekkel kapcsolatos dolgait tedd egy külön fejezetbe. És 2 hét óta nézzed, amióta köztársasági elnök jelölt, amióta, ha úgy tetszik, rádobtunk egy kabátot, és most próbálja azt a lehető legjobban eligazítani saját magán, és tetszik neki, és szereti, és beleélte magát, hogy ő ezzel most valamit képvisel. Ő tudja, hogy nem lesz köztársasági elnök. Nehogy elvicceljük ezt a dolgot. Ennyi az egész Tibor, történet. Tibor, én csak azt kérem, hogy jó indulatot és időt adjunk neki. Nem tudok jó indulatot és időt adni neki, mert amit eddig biztosítottam, abban maximálisan benne van. Egy dologról meggyőztél. A saját magad professzionalizmusáról. Arról meggyőztél engem, hogy te nem vagy kiégve, azt látom, hogy abszolút tévúton vagy. Abszolút. Tehát mindaz, ami az iszomat illeti, az egy pótcselekvés. Miközben egyébként talán... Tibor, én most hozzád beszélek. Én azt gondolom, hogy Pál Éva az valójában egy olyan alter egód, akit nem választhattál volna. Te valójában Székely Sándorban és Pál Évában megéled azt, amit saját magad nem tudtál megvalósítani, és azt mondod, hogy ők a te embereid, miközben valójában tényleg az ő embereid, de valójában nem vállalnak veled azért azonosságot, mert te egyébként egy egészen más utat választasz, amit valamiért ma már nem tudsz megcsinálni, abból adódóan, hogy kiváltál abból a közösségből, amiben voltál, és nem hagytad el a politikát. Ha elhagytad volna a politikát, ha választottál volna magadnak új társakat, egészen új társakat, akkor lehetséges, hogy ez sikerült volna. De én nem tudok mit kezdeni azzal a Székely Sándorral, aki azt mondja a velünk kapcsolatos cikkben, mármint Horn Gáborral is benne van, még Puzsér Gábor és sokan mások, hogy a szocializmusban nem csak, hogy megbecsülik az emberek munkáját pénzzel, hanem magukat, az embereket is. Mit kezdjek azzal a Székely Sándorral, aki egy olyan szocializmusról beszél, amikor ilyen volt, akkor az embereket egyébként nem becsülték meg, az embereket is. Nem volt szocializmus. Éppen ezt akarom mondani egyébként. Ez megint egy nagyon hosszú menetelés lesz, mert mindenki azt hiszi, hogy a szocializmus az már egy volt, egy letűnt valami.
Bocsánat, rossz hírem van, a kapitalizmus bukott meg. Az a szar, amiben mi most élünk, hogy az egész bolygó pillanatokon belül kihal és kipusztul, ez a kapitalizmusnak a műve. Ez lehetséges, de a 90 előtti világ az állítólag szocializmus volt, és az is megbukott, és abban sem becsülték meg az embereket. Nem, ne haragudjál, még a proletár diktatúra, ami jön, de ennek nevezte magát, az is csak arról beszélt, hogy leraktuk a szocializmus alapjait, lejelentsen ez bármit is. Soha nem deklarálta senki, hogy itt szocializmus van. A legközelebb a szocializmushoz eddig Svédország, Ausztria és Norvégia jutott a nagyvilágban. Schluss, ott sincs szocializmus, de legalább egy ígéretes kísérletet folytatnak. A szocializmus, amiről mi beszélünk, egyébként az nem volt, hanem lesz. És ebben biztosak vagyunk egyébként, hogy ez egy kikerülhetetlen dolog a világ megmentésének, vagy a világ pusztulásának elkerülése érdekében, ez az egyetlen ma ismerhető alternatíva. Ezért hirdetjük. Nulláról indulunk, és el fogunk jutni 5%-ra, 10%-ra, 15%-ra, 25%-ra. Ezt így hisszük. És hogyha nincs igazunk, hát akkor így jártunk. Csak mi hiszük, hogy nem, igazunk. Én teljesen értem azt, amit mondasz, mert egy vágyálmot meg lehet jeleníteni úgy, mint ahogy te megjelenítetted, de azt nem érdemes szocializmusnak hívni, azt oda kell írni, hogy vágyálom, ugyanúgy, mint hogy nincs odaírva pár évvel hosszú. Mi szocializmusnak hívjuk ezt a vágyálmat. Jól léti szocializmusnak. Ez a választási szlogenünk. Jól léti, tehát kétellel, jól léti szocializmus. Hogy ez nem fog tetszeni 80%-nak, 70%-nak, mit bánom én, hány százaléknak, én azt értem. De mi nem azokkal akarunk igazából, hogy mondjam, folyamatosan dialógusba maradni vagy lenni, akik egyébként piszkosul ellenünk vannak, hanem azokkal, akik velünk vannak. És János, jó hírem van, vagy neked rossz, nem tudom. Egyre többen vannak, akik velünk egyetértenek. Szerencse még 2,23% volt. Lehet, hogy most április 3-án ez 5%-nál is több lesz. Mi ebben hiszünk? Te nem hiszel, nem fogsz ránk szavazni, egészségedre. De engem az érdekel, aki ma ott áll a bevásárlóközpont bármelyik üzletének a eladó terében, árufeltöltő, vagy ott van egy műanyaggyárban fröccsöntő, vagy buszvezető, vagy bárki, akik egyébként a te általad ismert közéletnek nem részei, de képviseletre vágynak. És mi fogjuk adni nekik ezt a képviseletet? És elmondom neked, János, én 2009-ben írtam le azt a szót, hogy balra magyar. Erről már beszélgettünk egy műsorban. Én nekem most van sikerélményem az ISZON-ban, és kudarc élményeim voltak, ha úgy tetszik, szinte sorozatban, az MSZP-ben. Én most élem virágkoromat, már elnézést. Mert? Mert jól érzem magamat, mert azt írhatom le a gondolataimat, mondhatom a gondolataimat anélkül, hogy nekem rontana 2000 ilyen-olyan pártvezető, hogy hű, most erre meg arra való tekintettel ne mondjál ilyeneket. Hát amikor én elmondom, figyelj, én emlékszem arra, és ez nagyon régi történet, 20 évben ezelőtti. Egy választmánygyűlésen fölvetettem, ez 1999. októberében volt, még ezt is tudom. Fölvetettem az MSZP választmánygyűlésén, hogy azért bele kéne írni az MSZP programjába az, hogy teljes foglalkoztatottság, mint cél. Engem úgy toltak le, úgy torkoltak le, hogy a lábam nem érte a földet, hogy kapitalizmusban ilyet nem lehet mondani. Azóta 20 éve az egész globális baloldal ma már megmeri fogalmazni ezt a célkitűzést. Tehát, és ezt egy, hol hallottad a teljes foglalkoztatást a hatos fogattól, az ellenzéki hatos? Sehol. Még a Fidesz sajnos közelebb áll a baloldalhoz, mint ezek. És olyan szerepcserék vannak, hogy ez valami elképesztő. És mi egy perspektívát próbálunk megfogalmazni. János, tudod, mi a politika lényege? Hogy reményt adsz. Reményt. Hitet. Ez a legfontosabb. Azt nem tudom. Az, hogy reményt, hitet, vagy hogy a hétköznapi dolgaimban való könnyebb eligazodást teszi lehetővé. Hitet, reményt akkor kell adni, hogyha egyébként valaki hitetlen és reménytelen. Ez a mai Magyarországra vonatkozik, igen, de nem minden ország Magyarország, és a politikának egyébként nem hitet és reményt kell adnia, hanem a... De. Hitet, reményt is. Bizony, János. Jó, csak neked hitre nem, és hitre reményre van ilyen mértékben szükséged. János, és ez külön szakma. Te egy média szakember vagy, én meg egy politikai szakember vagy, most jó-rossz, ezt felejtsük el. Hidd el, ez egy olyan axiomatikus dolog, hogy a politika az hitet és reményt árul. Figyelj! Pont. Ezt nem fogadod el, hitet és reményt mondod, árul különböző konkrét dolgokban, mert egyébként, hogyha hitet, igen, és reményt akar árulni, akkor elviszik, mint fantasztát. Hát ezért beszélnénk mi 250 000 forintos nettó
minimálbérről 150 ezer forintos minimum nyugdíjról, 50 ezer forintos családi pótékról, és azt mondjuk, hogy ez mind elérhető, és egyébként, ha kell, be is bizonyítsuk, de higgyél benne, hogy ez elérhető, és én a te képviseleted által ezt meg is fogom valósítani, na ez a remény. Igen, de ez őszintén megmondva, erre én nem készültem, én Pál Évából készültem, beleértve, hogy most megnéztem, de hogy 14 órával ezelőtt volt mondja, ez a Hitrádió, hogy ez elmaradt, ez az én szakmai felelősség tudatomba belefér, és belefér az is, hogyha netán a 10 megnyilvánulásából nem láttam 3-at, hogyha a 7-et egyébként láttam. De neved magadra, ezt nem fölöttem, nem Figyelj, én minden nap ellenőrizni szoktam azt, hogy vannak-e újdonságok, ez a Hit rádiós dolog, ez ebbe nem került bele, beleértve, hogy az a konglomerátum, ahonnan eljöttem, abban a Hit rádió, hogy hol helyezkedik el, ezt most itt nagyon részletesen nem lenne érdemes kifejteni, de amiben én abszolút visszaigazolom... Van nézettsége, de elég komoly. Én most nem a nézettségről beszélek. Hát ezt mondom. Okay. Én a szellemi holdudvarról beszélek. Hát te azt figyeled, én meg a nézettséget nézem, tehát, és az egy komoly rádió. Még egyszer. Vagy hallgatottság. Látom azt, hogy benned van spiritus. Látom azt, hogy benned van tűz. Ehhez a tűzhöz választani Pál Évát, az én véleményem szerint nem volt szerencsés. János, akkor most hadd utaljak csak tényleg arra, hogy te most Pál Évát hasonlítsuk össze egy foci csapattal. Nem hasonlítom amelyik... össze. De én hadd hasonlítsam össze. De engedd meg, hogy hadd legyenek saját gondolataim, jó? Yeah. Tehát a helyzet az, hogy ugye vannak foci csapatok, vannak ilyen, csetlik, botlik, meg ez, meg az. És egyszer csak ott van, mit tudom én, egy tétmérkőzésen, amit megnyer. És te most úgy beszélsz Pál Éváról, hogy a tétmérkőzését egyszerűen elfelejtetted megnézni, de a korábbi teljesítményeit próbálod meg. De miért állítjuk be a tegnapi beszélgetését úgy, mint egy tétmérkőzés? Mennyiben volt az tétebb mérkőzés, mint az összes többi? Azért, mert ez egy hosszú, kifejtős dolog volt, ahol nem volt beszorítva két perces mondandókba. De könyörgöm, a Hír TV-ben és a Pirkadatban se volt beszorítva. De az mindig be van szorítva, megnéz az nettó pár perc. Dehogy nettó pár perc, az egyik, az negyed óra volt. Mondom, nettó pár perc, jó? Tehát ott van, miről bejátszás van, műsorvezetői fel, minden az égen, nettóról beszélek. Külön hajtottam arra, hogy valahol lássam, mint egyedül sehol nem értem. Pál Éva. Ez a hölgy, ez az elmúlt két hétben olyan elképesztő mértékben ment fölfele, és nőtt fel tulajdonképpen ez a, még egyszer mondom, szimbolikus feladathoz, ami egyenesen káprázatos, és ez csak azért van, mert ő ezt egy alázattal fogadta, ezt a feladatot, ő érti, tudja, számított rá, hogy fog kapni aztán főképpen hideget, de talán kevés meleget is, és az az alázata, hogy ő gyűjti össze az erejét, és jön, egyre följebb és följebb és följebb, én nekem ez egy gyönyörűség. Az, hogy az embereink, már úgy értem, hogy a pártnak az emberei, a jelöltjei meg akarnak felelni azoknak a kívánalmaknak, amiket egyébként a párt támaszt velük szembe, és ők azért léptek be a pártba, mert ezeknek a kívánalmaknak eleget volt, akarnak Tibor, tenni. Ez a megfelelés. Sose fogom elfelejteni azt a műsort, ami arról szólt, hogy Jeles András egyszer akar csinálni egy színdarabot hajléktalanokkal, és a hajléktalanok már egészen közel volt a bemutató, és a Jeles baromira megsértődött a hajléktalanokra, mert a hajléktalanok nem mentek el minden egyes előadásra az életmódjukból adódóan, és aztán valaki átvette és befejezte az előadást, akire aztán meg baromira megsértődött egyébként teljesen joggal, mert ő átmenetileg jobban tudta összefogni a társaságot, aztán neki sem mentek el. És kiderült az, hogy hajléktalanokkal csak és kizárólag úgy lehet előadni adott esetben az éjjeli menedékhelyet, hogy bizonyos szerepeket nem játszanak el, mert ők oda nem mennek el. Pál Éva egy énekesnő, Pál Éva volt piaci előadó, volt a legkülönbözőbb dolog, de az, hogy te fel akartad őt építeni politikusnak, köztársasági elnök jelöltnek, ahhoz nem telt el elég idő, hamarabb toltad ki az én megítélésem szerint a piacra. Ha most mint... van a választás.
Most nem tudunk ezzel várni, hát most, most van, mi azt láttuk, meg kellett volna előznötök Novák Katalint, nem előztétek meg Novák Katalint, az, hogy ő országgyűlési képviselő jelöltként hogy lett felépítve, tőlem most akkor én beszélek, hiszen mennyi ideje országgyűlési képviselő jelöltje az ISZOM-nak Pál Éva? Hát egy fél éve, egy éve. Hát több mint egy éve, akkor majd nézd meg a Facebook oldalát, most akkor én mondom, tehát akkor nézzél utána, hogy mennyi de nem ideje. A Facebook de, arra, de nem arra a Facebookról ugye. Beszélek, hanem arról, hogy ott mire van hivatkozás, több mint egy fél éve, több mint egy éve, és ehhez képest az... De Pál Éva a Facebook az egy mellékes pacak, az egy érdektelen hülyeség. A Pál Éva ott áll minden héten az utcán, az emberekkel, a pultja mögött, és beszélget. Értem, jön, az, hogy te azt tartod fontosnak, amit te látod, és az, hogy én ebből... De nem neked kell látni, a Csepeliek fogja megválasztani, nem te. És a Csepeliek meg fogják választani? Van. Szerintem igen. Hogy országgyűlési képviselője lesz belőle? Szerintem igen. Figyelj, Csepelen ő egy tényező. Volt eddig is, most különösen fölértékelődött, hogy egy párt országgyűlési képviselőjelöltje is. Jó, ő egy fogalom Csepelen. Figyelj, a Zoya Kataróvával való beszélgetést azt most el fogom halasztani, mert itt már erre nincs idő. Maga a technológia lehetővé teszi azt, hogyha egyébként a minket nézők bármelyikünknek akarnak kérdést föltenni, akkor föltegyenek 061-712-42. Nézzük meg, hogy mindazok, akik követtek bennünket, fogalmam sincs, hogy milyen foglalkozást üznek, nem is fogom megkérdezni tőlük. Ebből a beszélgetésből, amely a részemről sok szempontból volt setes utat, de gyakorlatilag amit ki akartam ebből hozni, az sikerült, akkor is, hogyha közben nem minden lépésem volt professzionális, te benned van tűz, amit csinálsz, abban pedig többet tévedsz, mint amennyit jól teszel, egész egyszerűen, mert szerintem nem találtad meg a közegedet, de nézzük meg, hogy akik néztek, hallgattak bennünket, van-e bármilyen reflexiójuk. János, maradjunk annyiban, hogy értem a te véleményedet, én kasszánál vagyok, én úgy érzem, hogy kasszánál vagyok a mostani beszélgetésemben is, Én ezt értem, ha most netán bárki betelefonál, akkor bármelyikünkhöz intézhet kérdést, vagy visszaigazolhatja. Hát ki fog derülni. 061-712-42 9 óra 3 percig várok, ha addig befut az első, akkor utána lesznek következőek, ha nem, akkor pedig nem lesznek. Mi most az itt csendben vagyunk, vagy elköszönünk? Jó, csendben vagyunk. Amit, okay, amit én tudtam mondani, azt gyakorlatilag elmondtam. Most egy másik ha te akarsz üzen, még valamit mondani. Próbáltam nézni a műsort, de most akkor... Akkor nem kérdést, bármiről is meggyőzte önöket ez a végtelenül hosszú beszélgetés. Itt van. Jó reggelt, kívánok, Farka Gézelek. Szanyi Tibor az előbb azt mondta magáról, hogy ő politikai szakember. Hogy ezt jól értettem. És azt is hozzátettem, hogy jó vagy rossz, ez most egy más kérdés, de maradjunk. Nem. Ja, igen. Akkor nálam sokkal, de sokkal jobban ismeri a magyar választási rendszert, amiben jelenleg a fennálló hatalmat csak úgy lehet leváltani, hogyha egy egységes ellenzéki tömb áll vele szemben. Ezzel egyetért? Azzal, hogy ez egy megoldás, az igen, de hogy csak ezzel, azzal nem. Hát mi a másik megoldás? Az, hogy érvényesebb politikai mondani valóval kell előállni. Ez nem technikai kérdés, ez politikai kérdés. Leváltás. Ha valaki birkózik valakivel, akkor olyan nincsen, hogy behív még a nézőtéről öt másik. Legyél olyan erős, mint a másik, vagy erősebb. Hát akkor majd győzni fogsz. Ez történik. Van egy hatpárti tömb, és van a Fidesz-KDNP, és ehhez képest belépett harmadik birkózóként, nem csak harmadiként, mert van ugye Kutyapárt is, belépett egy következő birkózóként az ISZOM, ezt jól látom? Inkább úgy mondanám, hogy van körülbelül 4-5 további olyan párt, akik beszálltak ebbe a mesbe, és mindannyian szeretnének 5% fölé jutni, tehát hogy mondtak, Gattyánpárt, Kutyapárt, Mi Hazánk, Iszom, stb. Igen, 5%-a nem lehet leváltani a Fidesz.
Így van, 5%-a nem lehet leváltani a Fideszt, ugye? Azzal nem. Akkor bármennyire is sikeres lesz az ISZOM, a jelen állás szerint ezzel csökken az esély annak, hogy leváltsák a Fideszt. Nem hiszem. Ez például pont tegnap, és akkor hadd ne én mondjam, a kutyapártnak az elnöke világosan körbeért egy interjún, úgy fogalmazott, hogy ha ő elér 5%-ot, na pont ennyivel kevesebb fideszes képviselő lesz a parlamentben. És ebben neki igaza? Köszönöm szépen a válaszát. 061-712-42. Én is itt nézem a kommenteket. Én nem, hát nézek. Elég. Én nem nézek kommenteket. Hát most nekem földobta itt a... van itt minden, ahogy kell. Igen. Én lemondtam a következő interjút. 061-712-42 először. Míg telefonálnak, ha mondhatok valamit? Persze. Kérlek szépen, csak ugye az előző telefonáló, mert ő elköszönt, mert azt mondta, hogy köszönöm a választ. Pont, akkor megint a másokat hivatkozik, és tényleg nézzük. Pál Éva nagyon helyesen mondta a tegnapi Hitrádiós interjújában, hogy ilyen nincs, hogy valaki valakitől elvesz szavazatot. Szavazatot csak megszerezni lehet. Hát szerezze meg a másik, hogyha tudja, a betétársam. Amit én szerzek meg, az az én szavazatom, az nem az övé. Az nem volt sosem az övé. Az, jó reggelt, az én szavazatom. Türelem. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy van-e valami határozott programja ennek az ISZOM? Nem, csak vagy... Pál Éváról. Nem. Tehát most... Egyébként nem van, az... interneten utolérhető. Jó. Ha alapvetően megváltozik a véleményem a tekintetben, amiért én felhívtalak téged, akkor föl foglak téged hívni még ma. Azt követően, hogy megnéztem ezt a Hitrádiós interjút. Ha nem hívlak, az annak a jele, hogy nem gyakorolt rám olyan hatást, aminek következtében beleértve, hogy sajnáltam, hogy nem láttam korábban, bármilyen szempontból más kellene gondolnom abból, amit kifejeztem, amit lehetséges, hogy sokszor dadogva, sokszor rosszul megfogalmazva tettem, de amelyben felelőtlenséggel vádoltalak téged, és azzal, hogy jó célt, az általad megfogalmazott jó célt rossz eszközzel valósítottad meg. Jó reggelt! János, türelem, nekem van egy... Igen. Szép jó reggelt kívánok, Sándor Flórián. Engem meggyőzött Szanyi Tibor. Miről? Hát arról, hogy van realitása ennek a jelölésnek. Vagy Pál Éva jelölésének. És akkor ön öt választja, hogyha lehetne? Hát de nem lehet. Tehát itt ez a lényeg. Az egész beszélgetés, én értem, hogy meggyőzött arról, hogy az ISZOM... De elnézést, itt két dolog van. Az egyik az, hogy önt meggyőzte Szanyi Tibor, a másik pedig az, hogy ehhez képest önnek van-e bármilyen élménye Pál Éváról, mert amennyiben meggyőzi önt Szanyi Tibor Pál Éváról, anélkül, hogy önnek hasonló élménye lenne Pál Éváról, akkor önt Szanyi Tibor győzte meg, és nem Pál Éva. Ez volt a kérdés, nem? Mi? Hát ön ezt kérdezte, hogy meggyőzött-e Szanyi Tibor. Meggyőzte önt Szanyi Tibor a tekintetben, hogy benne meg lehet bízni, de a tekintetben, hogy ön Pál Évában megbízhat-e, arról hogyan tudja ön Szanyi Tibor meggyőzni? Itt most nem arról kell engem meggyőzni, hogy én megbízhatok-e Pál Évában. Elnézést, én azt mondtam, hogy Szanyi Tibor... De a Szanyi most itt triumfál, holott én azt mondtam, hogy a Szanyiban van kraft, de a Szanyiban lévő kraft semmilyen vonatkozik. A Szanyi triumfál, mert a hallgatónak végtelen igaza van. A kérdésre válaszolt. Kész. A kérdés arra vonatkozott, hogy egyébként az, ami benned fantáziát van a politikát illetően, azt tette lehet-e érni Pál Évában. E tekintetben nem tudom, hogy a betelefonáló mondott-e... Nem ez volt a kérdés. Hát akkor én ma hallottam először Pál Éváról például az ön műsorában. Hát... És ez az egész beszélgetés engem meggyőzött arról, hogy az ISZOM reálisan, vagy
jelölte Pál Évát köztársasági elnök. Az lehetséges, hogy őt reálisan jelölte, de mindaz, amiről előtte volt szó Pál Évvel kapcsolatban, és mindaz, amit láthatott egyébként, ha a műsort követte. János, add föl, nincs igazad, nincs igazad. Egyszerűen nincs igazad, add föl. De nem kell föladja Jánosnak, hiszen neki van egy felépített, nem tudom, ki készült erre, tehát neki van már, hogy mondjam, de elő... Én azt kérdezem öntől, mert ez itt most nem felkészülés kérdés, én azt kérdezem, hogy amikor önt meggyőzte a Szanyi, akkor egyébként az, amit ma Pál Évából tapasztalhatott, akkor az önben hova lett ez, amit előtte érzékelhetett vele kapcsolatban? Nekem nem volt Pál Évával semmilyen prekoncepcióm. Én ezt a beszélgetést hallottam. Jó, egyáltalán nem látta azt, amiről előtte egyébként szó volt. Én hallottam az ő műsorában, de utána kellett néznem, hogy ki ez a Pál Éva, nem hallottam még róla. És amikor ő hallotta Pál Évát, akkor egyébként az önállóan még mielőtt a Szanyi bármilyen kommentárt volna, fűzött volna hozzá, az a Szanyival folytatott beszélgetésben elillant, mint az alkohol? Nem illant el, hiszen én ezt a beszélgetést vártam, és erre koncentráltam. Tehát ezt hallgattam végig. És engem Szanyi Tibor meggyőzött. De miről győzte meg? Azt, amit az előbb elmondtam. Hogy Pál Éva alkalmas? Teljesen mindegy, alkalmas, nem alkalmas. Ő nem lesz köztársasági elnök. És azt is, abban is meggyőzte, hogy nem tette őt nevetségessé? Nem tette nevetségessé. Nem tette. Hiszen kifejtette. Én azt tudom mondani, amit én leszűrtem ebből a beszélgetésből. Jó, akkor ezek szerint önt egyébként valaki meg tudja győzni arról, amit egyébként ön előtte tapasztalhatott, de azt az élményét elfelejti egy azt követő beszélgetés hatására. Ezt most nem értem. Nem tudtam követni. Hát ez nem nagyon bonyolult. Valaki egyébként, itt ugye az embereket megszavaztattam a tekintetben, hogy milyen benyomást keltett Pál Éva két különböző megnyilvánulásával, majd jöttél te, aki meggyőzted az illetőt, és mindazok, akik lehetséges, hogy ő nem szavazott, előtte valamit megéltek, hirtelen a veled folytatott beszélgetés hatására átértékelik azt, amit előtte megéltek. Én nem értékeltem át, nekem nem volt semmiféle prekoncepcióm, nekem nem volt semmiféle tudomásom Pál Éváról, én ma hallottam róla először, a beszélgetés előtt körülbelül 5-10 perccel. Én nem szavaztam, engem, én csak ez beszélgetésnek a... Tiszteletben van tartva. Köszönöm szépen. Én is. Viszont hallásra. Kilenc óra 12-ig várok, most 9:10 van. Akkor közben azért hadd mondjak annyit, hogy befejezem az előző mondatomat. Tehát János, ezt nagyon komolyan mondom. Évtizedek óta ismerjük egymást, akárhányszor hívtuk egymást, mindig fölvettük a telefont. Én elfogadlak téged úgy, ahogy vagy, én nem kell, hogy egyetértsek, vagy ne értsek veled egyet, és a többi. Társak vagyunk, stb. De nekem ez még nem jutott eszembe veled kapcsolatban, hogy eljön egy pillanat, hogy én veled megszakítsak valamilyen kapcsolatot. Miért? Embertől? Nem. Nem ért azt, hanem egyet? Nem. Vannak olyan pillanatok, ahol az ember eldönti, hogy egy adott szituációban, mint most a választások előtt, mi fontos és mi fontos talán, és mi az, ami eltereli arról a figyelmét, amire szerint egyébként az energiáit áldozni kell, és e tekintetben... De szerinted kell. Mi a szociális válság felszámolására én ezt értem, de én ezt nekünk értem, ez a fő. Én ezt neked értem, más. De most kivételesen kész, azt ennyi. Kérdezted, hogy én, hogy én nyilvánvalóan nem egy életre igen, hoz, igen, bocsánat, igen. Hanem a saját műsoromat illetően úgy gondoltam, hogy áprilisig elfordítom ennek a csónaknak, vagy hajónak az orrát attól... Szívedjoga.
Ezt kérdezted, ezért, mert úgy gondoltam... Igen, csak hogy... ez kicsit úgy volt, hogy te kiírsz engem egyszer mindenkorra. Na, az izédből semmiféle április 3 nem volt, tehát a Horn Gáborral beszélgetésednél ez volt a lényege a dolognak, hogy te kitörlössz a telefonkönyvedből, meg minden az égvilágon. És ez egy kicsit, hogy mondja, én szomorú voltam. Ennyi. Kétségtelen, hogy ezt mondtam. És még valami, ami csak a szavakat ugye azért találtuk, hogy különböző jelentéseket tartanak. Én nagyon világosan megmondtam, hogy én nem vagyok csalódott. Én 2010, mit tudom, hány óta, amióta szakítottam az MSZP-vel, mindig megmondtam, én nem csalódott, meg én dühös vagyok. Dühös. És kérlek, jó, a jövőben jó, rendben van. Én ebből a dühből olyan nagyon sokat nem érzékeltem, nagyon tanulság... Hát ne haragudj, ezt már hadd bízad rám, hogy én mit érzékelek, mit nem. Én azt nem tudom rád bízni, mert végigdős voltam, mindegy, igen. Én azt érzékelem, hogy a saját szavaimmal elmondva, hogy van benned valami, amihez szerintem rossz eszközöket választasz, hogy erről egyébként sikerült-e meggyőzni az embereket, vagy bármi, nem is akartam tulajdonképpen meggyőzni. Fel akartam mutatni egy képet, ami nem pontosan úgy sikerült, mint ahogy terveztem, de ez egyáltalán nem baj. Meg fogom nézni ezt a beszélgetést. Ha az egyébként arra bír engem rá, hogy ma felhívjalak és elnézést kérjek, akkor az egész eddigi tevékenységemet át kell, hogy gondoljam, mert ott valami olyan kapitális tévedést kellene egyébként beismernem, amit kénytelen leszek, ha netán ez az egy beszélgetés szembe megy az összes többivel. Bizalmi válságot okoztál nekem saját magammal szemben, meg fogom nézni minél hamarabb, és utána ki fog derülni, hogy ez eredményes volt-e, vagy sem, hogy beadjam el magamnak a lemondásomat. Ennyi. Szia! Ez tőlem köszönsz el? Igen, mindenkitől. Mert bocsánat, csak itt mellekében nagyon rossz lett a hangminőség, úgyhogy nem nagyon értettem, csak legalábbis véltem, de köszönöm szépen a lehetőséget, és én is elköszönök tőled, nem örökre. Oké. Okay.